Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Budapest Főváros Levéltárában és az online térben. A háborús erőszaktétel története, vizuális megjelenítése és a köztéri emlékművek változatai harmadik előadásán. Az előadás sorozat ez egy nagyobb projekt része, amelynek elemeiről már a korábbi előadások bevezetőiben bőven esett szó. Ezek részletes leírása elérhető a Budapest Főváros Levéltára által létrehozott elhallgatva.hu oldalon. A mai alkalommal két előadást fogunk meghallgatni. Első előadónk Schwegel Fanni, etnográfus, az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájának a doktorandusza. Történeti és társadalom néprajzi kutatásai során a 20. századi női reprodukcióval, lábassággal, születéssel, anyasággal, születésszabályozással és a nők elleni erőszakkal foglalkozik. Legújabb kutatásainak fókuszában a 20. század első felében elkövetett nemi erőszak kérdése áll, erről több publikációja megjelenés alatt van. Előadásának címe nemi erőszak az első világháborúban, felmerülő kérdések, lehetséges források. Szeretném megkérni Schwegel Fannit, hogy tartsa meg az előadását. Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a felvezetést. Az előadásom középpontjában az első világháborús nemi erőszak esete kapcsán felmerülő kérdések és problémák állnak. Az elsődleges kérdésünk, hogy mit tudunk az osztrák-magyar hadsereghez köthető nemi erőszakról, illetve hogy milyen források alapján tudhatjuk azt, amit tudunk. Mivel szisztematikus kutatások még nem kezdődtek meg, tehát hiányoznak az alapkutatások, ezért a problémafelvető vizsgálat elsősorban a releváns forrás típusok felkutatására irányul. A továbbiakban a keleti és a balkáni front erőszak történetének néhány fragmentuma kerül bemutatásra, amelyről jóval kevesebb tudással rendelkezünk, mint a nyugati frontról, mivel a szakirodalom főként a megszálló hadsereg által Belgiumban és Franciaországban elkövetett eseteket tárgyalta. Ez a körülmény kapcsolatba hozható azzal is, hogy az atrocitásokról szóló propaganda ezekben az országokban jóval hangsúlyosabb volt. Másik fontos kérdésünk, hogy milyen típusú források jöhetnek számításba, és ezek mire használhatók. A kutatás elsősorban magyar forrásokra, a nemzetközi jelentésekre és a nyugati szakirodalomra támaszkodik, amely alapján elvégezhető egy későbbi átfogó vizsgálat, hiszen a nyelvi és etnikai sokszínűség okán számításba kell vennünk még az orosz, osztrák, szerb és a román forrásokat is. A forráskritikai szempontok között meg kell említenünk a nemi erőszak kutatása során rendszerint felmerülő forrás problémát, azaz, hogy egyáltalán nincs, nem elegendő, vagy csupán megkérdőjelezhető hitelességű források állnak rendelkezésre. Szintén kérdéses, hogy mit tekintünk releváns forrásnak, mit fogadunk el hiteles információnak. Most a munkám során kizárólag olyan szövegeket vagy szövegrészleteket tekinthettem használhatónak, amelyek túlmutattak azon a narratív fordulaton, hogy és akkor a nőket megerőszakolták. Az efféle nem kellően megalapozott félmondatokat irrelevánsnak tekintettem. A katonák és a civil nők köz kialakuló kapcsolatok diverzitása miatt ajánlatos a vizsgálatot kiterjeszteni az olyan úgynevezett határesetekre is, mint a szexuális cserekereskedelem, kényszerprostitúció, illetve adott esetben a szerelmi kapcsolatokra is. Ezáltal láthatóvá válik a háború alatti nemek közti viszonyrendszer, rávilágítva a front kapcsolatok bonyolult mi voltára. Figyelembe kell vennünk azonban a hatalmi egyenlőtlenségeket, kényszerítő erőket, amelyek az első látásra önkéntesnek tűnő viszonyok újra gondolását kívánják meg. A továbbiakban most röviden felvázolom, hogy milyen típusú kutatásokat végeztek a nyugat-európai és a hazai kutatók a nők háborús részvételével kapcsolatban. Egyfelől a hátországban betöltött szerepekre koncentráltak, úgy mint az anyaság, a gondoskodó munka, illetve a dolgozó nők szerepe került a kutatások homlokterébe. Emellett a háborús férfiak szolgálata és a nők reprodukciós munkájának van egy ilyen military maternity analógia, ennek kapcsán pedig a nők otthoni erőfeszítése a militarizmus narratív keretein belül került tárgyalásra.
Ezek a szerepek tükröződtek a propagandában is, ahol megjelentek a nők elleni atrocitások. Politikában vagy a civil életben betöltött szerepük pedig hidat képez az otthonvilága és a férfiak számára fenntartott nyilvános szféra között. A kutatások egy másik ága pedig a nők frontmunkáját helyezte előtérbe. Elsődlegesen az ápolónők és a nővérek szerepe tematizálódott, amely azonban nem minden esetben vált el ettől a gondoskodó reproduktív keretezéstől. Emellett fontos kiemelni, hogy például az orosz hadseregben nagy számban harcoltak katonanők, egy-egy példa ismert a szerbeknél is, ahol a partizánok közt is találunk asszonyokat. Nők mobilizációjához kapcsolódik a tábori bordélyrendszer és a prostitúció, amely a közegészségügy és a militarizmus keretei között értelmezhető. Ebben a medikalizált diskurzusban pedig illeszkedik a nemi erőszak és a következményeknek az egykorú tárgyalása. Az erőszakból született gyerekek kapcsán főleg francia kutatások állnak rendelkezésünkre. A centenárium, vagyis a 100. évforduló alkalmából megrendezett események, kiállítások és publikációkban a nők szerepe kevéssé és akkor is normatív keretek között került bemutatásra. Ennek egy példája, amit itt most látunk is a képen, a Balassi Intézet katalógusának a címlapja, ahol tulajdonképpen a magyar női sorsok az első világháborúban cím alatt látunk egy férfi katonát, tehát a nők szerepe a férfiakhoz képest került bemutatásra, és hát tulajdonképpen az emlékezett politikai diskurzusból teljes mértékben hiányzik a nők elleni erőszak. Az értelmezési keretek, a háborús nemi erőszak vizsgálata komplex megközelítést kíván, tehát arról van szó, hogy egyfelől az empirikus adatokat bele kell helyeznünk egy strukturális keretbe, tehát a kettőt, azt egyszerre kell látnunk és tárgyalnunk. Az elkövetés magyarázatai pedig alapvetően kettő keretbe illeszkednek. Az archaikus, patriarchális magyarázat szerint háború belejárója és stratégia eszköze a nemi erőszak, amelyel az ellenséges katonák egymás tulajdonát rombolják. Itt a női test a férfiak háborújának eszközévé válik. A másik, az ideológiai nemzeti keretezés, ebben pedig a női test a közösséget jelképezi, és a rajta elkövetett erőszak pedig a nemzet legyőzését szimbolizálja. Ebben a keretben nem egyéni, hanem egy közösségi, nemzeti szinten történik a megbecstelenítés. Ezek az értelmezési keretek, amiket Pető Andrea a II. Világháború kapcsán használt, jól használhatók itt is az első világháború kapcsán, mivel egyszerre volt jelen egy ilyen totális háború koncepció és a nagyon erős etnikai ellentétek is. A militarizmushoz pedig szervesen kötődik a maszkulinitás és a nacionalizmus koncepciója. A katonáktól elvárt viselkedésformák magukban hordozzák a nők elleni erőszak elkövetésének a lehetőségét. A háborús retorika pedig szükségszerűen a nacionalizmus fogalomkészletéből táplálkozik. A nők itt egy szenvedő, megjelentek a propagandában is, ahol egy szenvedő nemzettest allegóriájaként jelentek meg, és ez tulajdonképpen egybecseng a megerőszakolt nőknek az áldozatként történő bemutatására. És politikai szinten a nők a nemzet és a társadalom fenntartásának szimbolikus és biológiai eszközeként is megjelentek, amely tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nők intézményes védelme az közvetetten az egészséges utódok létrejöttét, a gyermekvédelmet szolgálta. A forrásokban megjelenő narratív sémák kapcsán meg kell említeni, hogy van egy elkövető és egy áldozati pozíció, továbbá figyelembe kell vennünk azt is, hogy a forrásokat egytől egyik férfiak írták. Ez a körülmény pedig hatással van a narrációra és az értelmezési keretezésre is, tehát hogy a kutatói reflexiók tárgyával kell tenni azt, hogy ezek a szövegkonstrukciók hogyan és milyen körülmények közt jöttek létre. Az erőszak történetek feltárását nehezíti, hogy politikai felhasználásuk az atrocitás propagandában az erőszak legitimációs eszközeként funkcionáltak. Vagyis az ellenség által okozott sérelmek kommunikálása, például a németek Belgiumban, Franciaországban elkövetett atrocitásai, illetve az oroszok kelet-poroszországi atrocitásai további civilek elleni támadásoknak ágyaztak meg.
Vagyis kérdéses, hogy tulajdonképpen a politika mi célból és hogyan használja fel ezeket az egyébként nagyon sokszor megalapozott nemi erőszak vádakat. A másik stratégia az lehet a teljes elhallgatás is, ami a monarchia esetében magyarázhatja az agresszor pozíció vagy szerep, ami tulajdonképpen nem adott lehetőséget a nők áldozati szerepben történő megjelenítésére. És akkor nézzük meg, az első forráscsoportunk, haditudósítások. Rodolf Reiss, egy német-svájci törvényszéki orvos, a Lozani Egyetem tanára 1914. szeptembere és novembere között Szerbiában készített haditudósításokat a szerb kormány megbízásából, és itt az osztrák-magyar hadsereg által elkövetett atrocitásokat tárta fel. Ez a jelentés 7 részből áll, és összesen 4 dokumentumtípust használt a szerző. Hadifoglyok beszámolóit, számtanúk vallomását, saját megfigyeléseit, illetve a szerb hivatalos jelentések és statisztikák elemzését. Itt ez a körzet, ez a Vajdaságtól délre fekvő, Bosznia-Hercegovina határa mentén húzódó területen fekszik, ahol az apró falvak lakosságának túlnyomó többsége szerb parasztokból áll. Szerző összesítése szerint ebben a régióban a lemészárolt civilek száma 1300-hoz közelít, amelyből 306 áldozat volt nő. Felmerülő forráskritikai szempontok között meg kell említenünk azt, hogy Reiss nem független tudósítóként érkezett, hanem szerb megbízásból végezte ezt a tudósítást, és hát akkor sem tekinthető semleges informátornak, hogyha ő magát annak tartotta, és hát ezért igyekezett semleges lenni, illetve az, hogy az osztrák-magyar közös hadseregről szóló tudósításban nem lehet elkülöníteni, hogy amikor osztrák név alatt ír, akkor most azok osztrákok vagy magyarok. Tehát nem tudjuk meg, hogy milyen nemzetiségűek voltak a katonák. Hát a nyugati tudósítók egybehangzóan állítják, hogy 1914 nyarán nagymértékű volt a civilek elleni erőszak, de a forrásokból nem állapítható meg pontosan, hogy ennek mekkora része volt nemi erőszak. Tehát nincsen konkrétan egy olyan statisztika, ami ezt összeszedné, és az egyes esetek leírása, ami ebben a riportban benne van, az nem alkalmas a teljes kép megrajzolására. A frontvonalak mentén elkövetett nemi erőszak mértékét meghatározó tényezők közé kell emelnünk, hogy a szerb partizánok fellépése okán egy ilyen gerilla háborúhoz hasonló háború alakult ki, amelyben nagymértékű volt a civilek elleni erőszak, mivel ugye nem lehetett teljes mértékben elkülöníteni a katonákat és a civileket, illetve a nemi erőszak esetek általában itt a mozgó háborús időszakra voltak jellemzőek a háború elején, és ez feltételezi azt, hogy nem feltétlenül egy tudatos hadpolitikai döntésről beszélhetünk, tehát nincs meg az etnikai tisztogatás aspektus, ami mondjuk a 12-13-as balkáni háborúkban, illetve itt az első világháborúban a bolgár fronton kimutatható. Hát az esetek felderítése kapcsán problémát jelentett az, hogy itt a parasztok nem igazán szerettek volna erről beszélni, mivel ugye egy lány vagy egy asszony megbecstelenítése az nagyon rossz fényt vetett az egész családra. Ugye a legtöbb esetben feltehetően szemtanúk szólaltak meg, de ugye azt is tudjuk, hogy a nemi erőszak kutatás kapcsán nagyon sokszor felmerül az, hogy valaki másnak a történetét mesélik el, illetve maguk az erőszakot átélt nők úgy mondják el a saját történeteiket, minthogyha az valaki mással történt volna meg, és emögött egy ilyen kollektív, kiterjesztett szégyen áll, ami mind a patriarchális, mind a nemzeti elbeszélési keretnek a része. A tudósítás beszámol tömeges és csoportos nemi erőszakról, illetve nemi szervcsonkításokról is. Az áldozatok között voltak fiatal, idős, terhes nők is, és a jelentés szerint a nyugat-szerbiai Szabácsban augusztus 17-én elkövetett tömegmészárlás megerőzően az osztrák-magyar katonák helyi hotelekben tartottak fogva nőket és gyerekeket, ahonnan az elhurcolt nőket megerőszakolták. Körzetben meggyilkolt nők sérüléseit vizsgálva az orvos-kriminológus arra a következtetésre jutott, hogy az áldozatok nagy részét nemi erőszak érte halála előtt.
Ennek a jelentésnek az utólagos értelmezése pedig kettős olvasatot ad. Tehát egyfelől láthatóvá tette a nők elleni erőszakot, másfelől pedig alapot szolgáltatott a monarchia ellenes propagandának. Ugyanis ebben az etnikai színezetű konfliktusban ez a nem propaganda céllal készült jelentés utólag a propaganda eszközévé vált, és ezért nagyon nehéz ugye itt elválasztani, hogy mi a valóság és mi a propaganda. Aztán a következő a magyar tudósítók közül kiemelkedő Göndör Ferenc újságíró hadi tudósító munkája, aki a Népszava megbízásából utazott a keleti frontra, és a 15 februárjában közölt egy cikket a Népszavában, amelyben 6 nő szólalt meg, akiket feltehetően erőszak ért, de eleinte csak úgy, mint akik mások történeteit idézik fel. Itt ugye a keleti fronták Galíciában az a helyzet, hogy az etnikailag vegyes lakosság miatt nem derül ki, hogy milyen nemzetiségűek voltak ezek a nők. A térségben leginkább a zsidó nők ellen elkövetett nemi erőszak ténye ismert, és Göndör riportalanyai közül többjüket a családtagjaik előtt tért csoportos nemi erőszak. A bántalmazók között voltak kozákok, oroszok, tisztek, közkatonák, az áldozatok között pedig akár tizenéves gyereklányok és idősebb férjes asszonyok is. A történeteknek a közös eleme pedig a tetleges bántalmazás, a csoportos támadás és a családtagok jelenléte. Itt Göndör Ferenc ebben az írásában az orosz hadseregnek tulajdonított állatias hadviselés részeként tárgyalta a nemi erőszakot, amit a kulturálatlansághoz kötött, vagyis egy etnikus nemzeti keretben helyezte ezt el. És a lap következő számában Kunfi Zsigmond úgynevezett válaszcikket, ami azért érdekes, mert egy teljesen más keretben helyezte el. Ő azt mondta, hogy a nemi erőszak háborús kultúra része, ami az erkölcsök felforgatójaként és egy ilyen általános kulturális válság előidézőjeként nemzeteken felül áll. Tehát az ő véleménykülönbségüknek az oka az volt, hogy eltérő módon értelmezték a nemi erőszak elkövetésének az okait. És mindebből az látszik, hogy ezek a beszédmódok, ezek előképként szolgálhattak az 1945-45-ös erőszak eseteknek a tárgyalásához. Aztán a következő csoportunkat a katonanaplók adják. Ezzel kapcsolatosan meg kell említeni ugye a naplóval kapcsolatban fellévő problémákat, az emlékezet, az önreprezentáció, illetve a tudatos kommunikáció során felmerülőket. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy kinek szánta a feljegyzést, az élményeit mennyiben cenzúrázta, és nagyon sok esetben azt sem tudjuk, hogy az eredeti kézirat, illetve a kiadott szerkesztett változat között milyen eltérések vannak a szövegben. De az megállapítható, hogy mivel a katonák tisztában kellett, hogy legyenek vele, hogyha ők nem is érik meg a háború végét, a naplójuk az fennmaradhat, és az esetleg nyilvánosságra kerülhet. Tehát, hogyha valamilyen szempontból megjelenik benne a nemi erőszak, akkor annak jelentőség teljes szerep tulajdonítható. Az alkalmazott kommunikációs technikák egyfelől saját maguk elkülönítését szolgálták az erőszakot elkövető társaiktól, illetve magyarázni próbálták az erőszakos csábításokat. Utóbbi során főként a megváltozott morállal és a nők kacérviselkedésével érveltek. Ez a női erkölcstelenség, ez egy visszatérő toposznak tekinthető, mivel ez megfigyelhető a naplókon kívül sajtóforrásokban és plébánosok feljegyzéseiben is. Figyelembe véve azt, hogy ezeket a forrásokat férfiak írták, férfiak által elkövetett esetekről, ezért felmerül az a kérdés, hogy a csoport szolidaritás az mennyiben érvényesül ezekben az esetekben. És itt néhány típus példán keresztül láthatjuk a nők elleni erőszak megjelenítését az EGO dokumentumokban, például Kemény Gyulának a montenegrói fronton írott kéziratos naplójában. Van egy történet itt Bakáról, aki fogdában ült nemi erőszak megkísérlése miatt, tehát nem vitte véghez a tettet, viszont ez rávilágít ez a történet arra, hogy a statárium értelmében büntetés járhatott a nemi erőszakért, vagy annak a kísérletéért is, illetve az, hogy tulajdonképpen a férfi ezt nem tartotta akkora vétségnek vagy bűnnek, és hogy a szép nők elnevezett, tehát elcsábítása az egy ilyen bocsánatos bűnként jelenik meg itt.
Aztán egy orosházi parasztember idősebb Csizmadia Imre napló részletében a nemi erőszak elkövetésének a kategorikus tagadását olvashatjuk. Itt a szöveg nyíltan beszél az ellenség által elkövetett múltbéli sérelmekről és a bosszú lehetőségéről. Viszont ugye azt is meg kell jegyezni, hogy itt Csizmadia Imre éppen Szamácsban írja ezeket a sorokat, ahol ugye egy évvel korábban az osztrák-magyar hadsereg végrehajtott egy hatalmas mészárlást, és az egész katonaság nevében ő elutasítja a nemi erőszak elkövetésének vágyát, és ezzel egy ilyen visszamenőleges erkölcsi győzelmet arat az ellenséges seregen. Ugye azt sem zárhatjuk ki, hogy ők nem követtek el nemi erőszakot, teljesen tisztességesek voltak, mivel nagyon különbözően viselkedtek az alakulatok a harctéren. És éppen ebből látszik, hogy a háború személyes emlékei azok nagyon sokszor kibékíthetetlenek egymással. A keleti frontról pedig Imre Gábor bukovinai naplójából láthatunk egy részletet, ami tulajdonképpen az áldozathibáztató narratíva egy ilyen típusaként értelmezhető. Itt tulajdonképpen nem tudjuk meg, hogy történt erőszak vagy sem, de azt látjuk, hogy ez a beszédmód, ez a narratív technika egy része annak a kulturális rendszernek, ami a nemi erőszak megtűrési, romantizálásán alapul, és ez tulajdonképpen támogatja az erőszak kultúrájának a továbbélését. Sajtóforrásaink is vannak még. A Pesti Napló levelező rovatában megjelent egy olvasói levél, és erre a szerkesztőség válasza is ugyanazon az oldalon. Itt egy 23 éves kétgyerekes anyuka írja le a háborús megpróbáltatásait, és keleti fronton egy határszéli kisvárosban a második orosz invázió során a kozák katonák megszállták a helységet, és ott kifosztották az otthonát, és leírja tulajdonképpen ez az egyetlen olyan dokumentum, amit én találtam, hogy egy nő a saját megerőszakolásának a történetét mondja el. És hát egy ilyen esetlen megfogalmazású a szöveg, és azért így felkelti az olvasó gyanúját, hogy ez most valódi-e vagy sem, de hát számolnunk kell a traumatizált elbeszélőnek ezzel a töredezett narrációjával, és tulajdonképpen ritkaságnak számított a nemi erőszak nyilvános felvállalása, és az elbeszélőnek nem is biztos, hogy megvolt az a szókincse, amivel ő ezt el tudta volna másképpen mondani. Itt ugye megjelenik egy szégyen, a düh, az öngyilkossági kísérlet és a férj ítéletétől és a terhességtől való félelem, ami közös eleme az erőszak elbeszéléseknek. A szerkesztő pedig a válaszában együttérzését és szimpátiáját fedezte ki a nő iránt, és felhívta az olvasók figyelmét, hogy ami itt történt, az nem egy egyedi tapasztalat. És azt tanácsolta, hogy keressen fel egy fővárosi orvost, akiben megbízik, és tud segíteni rajta. Illetve megjegyezte azt, hogy a szerencsétlenül járt nőknek joga van orvosi segítséget kérni és kapni, akár a törvénnyel szembe menve is. Mindez azért különösen fontos, mert ez az egyik első sajtó megjelenés népszerű országos lapban, és ez mintaként szolgálhatott a későbbi nyilvános beszédmódok alakulásához. Aztán meg kell még említenünk a Nő című havilapot, ami a Feministák Egyesületének volt a kiadványa, és ebben több híradásban is foglalkoztak a nők és a gyerekek láthatatlan szenvedésével. Teleki Sándorné asszonyírtás címen közölt egy beszámolót, ami szerint a bíróságok nem tartották bűnösnek a hazatérő katonákat feleségük bántalmazása vagy akár agyonlövése esetén sem, ha a feleség a háború alatt hűtlennek bizonyult. Károlyi Mihályné arról közölt cikket, hogy az újságok tele vannak hírekkel, amelyben a katona megölte vagy agyonszúrta a feleségét. Megállapította, hogy a hazatérő, traumatizált férfiaknak egyik napról a másikra kellett levetkőzni a háborús morált, és még azzal is szembesülniük kellett, hogy időközben a feleség átvette a kenyérkereső, a család fenntartó szerepét, ami nagyon sokszor konfliktusokhoz vezetett. A nemi erőszak kapcsán pedig hát megjelenik az az értelmezés, hogy a harcoló férfiak ugye hősökként térnek haza a háborúból, amíg az elhurcolt és a meggyalázott asszonyok viszont erkölcsileg leértékelődnek. És az akaratuk elleni anyává tett nőknek nem megbecsülés, hanem a társadalomból való kitaszítás járt. Illetve itt ez a
a beszámoló még azzal is szembesítette az olvasót, hogy a háború női áldozatait az állam sem tartja számon, amit azzal magyaráztak, hogy a nőket kizárták a politikából. Tehát nem volt politikai képviseletük, és ezért nem jelentek meg, mint áldozatok. Ugyan a militarizmus és a férfiak által megélt háborús trauma hozzájárulhatott a családon belüli erőszak eszkalálódásához, de önmagában nem magyarázza meg a bántalmazások meglétét. Háború és az utóhatásai, a normák ideiglenes felbomlása elősegítette a nők ellen erőszak nagyobb mértékűvé vagy brutálisabbá válását, tehát láthatóvá tette az erőszak ciklikusságát, de szem előtt kell tartani azt is, hogy nem minden hazatérő katona bántalmazta a feleségét, és nem minden bántalmazó harcolt a fronton. A hadifoglyok ügyével is foglalkoznunk kell, mivel ugye itt a katonák és a civil lakosságnak van egy ilyen nagyon szövevényes viszonyrendszere, amihez hozzátartozik adott esetben a kényszer prostitúció, a szexuális cserekereskedelem, vagy akár az érzelmeken alakuló intim viszony is. És az országban dolgozó több százezer hadifogoly és az asszonyok közötti kapcsolatok úgy próbálták meg a hatóságok kicsit megregulázni, hogy csak munkakapcsolatot engedélyeztek a foglyok és a nők között, tehát elsődlegesen a házasság intézményének a védelmét igyekeztek biztosítani. Itt ugye azt látjuk, hogy vagy egy ilyen gazdasági racionális, vagy egy ilyen emocionális érzelem húzódik meg a között, hogy ugye miért is alakult ki a hadifoglyok és a nők között kapcsolat. Tehát vagy az történt, hogy szükség volt munkaerőre otthon a gazdaságban, vagy pedig egyszerűen a magukra maradt nők egy ilyen emocionális menedéket remélhettek a hadifoglyoktól. A napi és heti lapok gyakorta tudósítottak a falusi nőknek az erkölcstelenségéről, züllöttségéről, amit szembeállítottak a férfiak hősi harcával és az ellenséggel való cimborálás is megjelent a vádak között. Illetve a hátországi nők és az idegen katonák kapcsolatait megörökítették még a plébániákon vezetett naplók, a história dómusok is. Mivel ez a dokumentumtípus nagyon erős szubjektivitást mutat, tehát a plébános csak azt írta le, amiről ő úgy gondolta, hogy fontos, ezért, hogyha nem jelenik meg a nők elleni erőszak, akkor nem biztos, hogy azt mondhatjuk, hogy ez nem is volt egyáltalán. Bécsi egyházmegyéhez kötődően olvashatunk asszonyokat megszöktető, vagy lányokat elcsábító hadifoglyokról. Előfordult az, hogy egy plébános a szószékről prédikált a lánysereg utánjáró katonákról, és a szülőket kérte, hogy világosítsák fel a lányaikat arról, hogy ebben milyen veszélyek rejlenek. És hát a nemi erőszak sajátossága, hogy elsődlegesen a következmények keltik fel az állam figyelmét, mivel ennek van közegészségügyi és politikai vonzata. A nemi betegségek terjedése kapcsán ki kell emelni, hogy már a háború előtt is népbetegségnek számítottak, de az elhúzódó háború csak súlyosbította a helyzetet. 1915-ben a monarchia katonáinak 12%-a volt nemi beteg, ami a háború kezdetén felmért arány duplája volt. És ezért 1917-ben létrejött a Nemzetvédő Szövetség a nemi bajok ellen, Nékám Lajos a nemi betegségek elleni harc kormánybiztosa vezetésével. Itt ez a probléma a korban népszerű eugenikus diskurzus részét képezte, amelyben összekapcsolódott a közegészségügy, a gyermekvédelem és a fajvédelem. A szövetség elsősorban nemzetvédelmi szempontból tartotta fontosnak az anyák megóvását a nemi bajoktól, nehogy ugye tovább örökítsék a gyerekeikre. Vagyis itt a nővédelem, mint közvetett gyermek és nemzetvédelem koncepcióval találkozhatunk. Harcoló férfiak pedig a háborús célok megvalósítása érdekében kellett távol tartani a nemi betegségektől, mert ez csökkenthette a katonai hasznosságukat. Meg kell még említenünk itt a tábori bordélyrendszer, mivel ennek a létrehozása is a nemi betegségek elleni fellépés, tehát az állami fellépés részeként értelmezhető. Itt tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a hadsereg kötelékében szervezték meg a bordélyrendszert, ahhoz hasonló hierarchikus felépítésű rendszer volt, amelyben a közegészségügyi és ellenőrző funkciók keveredtek.
A kutatások jó részt a férfiak a katonák szempontjából kezelték ezt a kérdést, és csupán utaltak arra, hogy a tábori bortnélők embertelen világában rengeteg nő összeomlott pszichésen lett, alkoholista, az állandó teljes testre kiterjedő orvosi ellenőrzés és a folyamatos használat miatt. A közkatonákat kiszolgáló, legalacsonyabb rendű prostituáltak munkakörülményei pedig felvetik az intézményesített erőszak kérdését. Nem tudni ugyanis, hogy a prostituáltak toborzása milyen módszerrel zajlott, illetve hogy hányan voltak az úgynevezett önként jelentkezők közül, akik igazából gazdasági kényszerek miatt kerültek a bordélyokba. Kérdés tehát az, hogy milyen társadalmi és hatalmi viszonyok teszik lehetővé a női test kiárusítását, illetve az is, hogy mi alapján vált el egymástól a védelemre értelmesnek tartott nő a feláldozhatónak minősülőtől. Az állami és a társadalmi kettős mércét példázza, hogy amíg itt tulajdonképpen a férfiak vélt vagy valós igényeinek a kielégítésére egy komplet intézményrendszert hoztak létre és működtettek a hadsereg keretein belül, addig a háború alatt idegen katonákkal viszont folytató nőket a nyilvánosság elítélte. A másik következménye a nem kívánt terhességek és az ebből származó különböző magzatelhajtás, csecsemőgyilkosság és a megszületett gyermekek kérdései. Itt az 1914-15 elén megerőszakolt nők közül, akik terhesek lettek, ők 15 januárjától kezdtek el segítséget kérni valamilyen szinten. És itt a sajtóban kialakult egy vita, és ez tulajdonképpen a francia, nagyon hasonló időben kialakuló francia vitának a sémáját követte, és a megszólaló nőkkel sem volt egyetértés, mivel hogy az anyaság elsődleges női szerep felfogás, ez megosztotta a korabeli feministákat is. Volt egy olyan, ez a maternalista álláspont, aminek a képviselői azt mondták, hogy mindenképpen meg kell születni ezeknek a gyerekeknek, vállalni kell őket, és hát bizonyos átnevelésük az segíthet, hogy hasznos állampolgárokká váljanak. A másik pedig a választáspárti paradigma szerint a nőknek joguk volt eldönteni, hogy megkívánták-e szülni az erőszakból fogant gyermeküket vagy sem. A Feministák Egyesülete Magyarországon egy ilyen köztes álláspontot foglalt el, ők hangsúlyozták az anyai ösztönnek az erejét és a jelenlétét, de mindenek előtt mégis a nők választási szabadságát emelték ki. A megszületett gyerekek kapcsán, ugye főleg francia kutatások állnak a rendelkezésünkre, és az egyik legfontosabb kérdés az, hogy nincsen egy olyan kifejezésünk, ami kizárólag ezt a csoportot jelölné. Tehát a hadi gyerek vagy a háborús gyerek, amit szoktak erre használni, az egy általános kifejezés, amit a korabeli források is több különböző értelemben használtak, gyakorlatilag bárkire, aki a háború alatt született, vagy akkor volt kisgyerek. Tehát a hadi gyerekek azok távolról sem azonosak az erőszakból születettekkel. A források tekintetében tájékozódási pontunk lehetne a szülészeti nyilvántartás, de mivel a háború alatt példátlan mértékben visszaesett az élveszülések száma, így alapvetően a számok nincsenek segítségünkre. A törvénytelen gyerekek számának a növekedése önmagában nem jelent semmit, mivel a házasságon kívüli szülés nem háború sajátosság. Ennek nagyon sok magyarázata lehet, elmaradó vagy később megkötött házasság, futó viszonyok létrejötte, de ugye nem zárhatjuk ki a nemi erőszakot sem. A csecsemő halandóság aránya sem tekinthető megbízható indikátornak, ugyanis a magas halandóság itt sem háborús jellegzetesség, a lokális arányok megugrását okozhat a betegség, táplálkozási problémák, vagy akár a háborús menekültek által feldúzott lakosság arányának növekedése is. Abban sem lehetünk biztosak, hogy az erőszakból született gyerekekre a lelencek sorsa vár, mivel az állami gyermekvédelem ilyenkor a háború alatt erősen megtorpant a fejlődés, és az intézményes csecsemővédelem tulajdonképpen még akkor nagyon kezdetleges volt, viszont működött a falusi dajka rendszer. Ezért lehetőség nyílt arra, hogy az állami árvaház rendszeren kívül kiadják dajkaságba ezeket a gyerekeket, és ott hát esély volt arra, hogy nem érjék meg a felnőtt kort, ugyanúgy, ahogy a megesett lányoknak a törvénytelen gyerekei, és itt egy példát
hozok arra, hogy hogyan válhattak láthatatlanná a frontkapcsolatokból született gyerekek. Es Julianna ügye kapcsán azt lehet tudni, hogy az Ormánságban élő egykézű házaspár az első gyerek halálát követően született meg a második gyermek, akinek egy orosz hadifogoly volt az apja. Tehát itt nem erőszakról van szó, hanem egy ilyen, tehát nem tudjuk pontosan milyen kapcsolat volt, de hadifogoly volt az apja. Viszont a férj, mint egyetlen örököst a nevére vette, és elismerte sajátjának. És ez az eset felhívja a figyelmet arra, hogy a hadikapcsolatokból született gyerekek már az anyakönyvezéskor láthatatlanná válhattak, amennyiben ugye a férje nevére vette őket, és ilyen esetben teljesen betagozódhattak a falu életében, és adott esetben sosem derült fény a származásukra a külvilág számára. Az erőszakhoz kapcsolódóan ugye a terhességek kapcsán, a terhesség megszakításokról is beszélni kell, főleg az a körüli jogi és orvosi szakvitákról. Ez először 1915. januárjában a Gyógyászat folyóiratban jelent meg a koronaügyész helyettesnek egy állásfoglalása, és ezután a Szeged és vidéke ezt szemlézte, és ennek kapcsán közölt tudósítást, szabad-e megölni az ellenség gyermekét címmel, és itt felhívták a figyelmet arra, hogy Bécsben és Budapesten is orvosi egyesületek vitatták meg a kérdést, és még az osztrák büntető törvénykönyvnek volt egy olyan kitétele, ami lehetővé tette bizonyos esetben a művi terhesség megszakítás elvégzését. Magyarországon nem volt erre lehetőség, de kialakult egy vita a törvényértelmezés és a speciális helyzetokán is. És a Pesti Futár 15 márciusában közölt egy körkérdést, ahol tulajdonképpen a hazai gyermekvédelem vezető alakjai, nőgyógyászok, jogászok, rengeteg ember megszólalt, és felsorakoztottak pro és kontra érveket, hogy ebben a speciális esetben elvégezhető-e a terhesség megszakítás. És a következő lapszámban pedig a Szülészet és a Bábaügy kormánybiztosa Taufer Vilmos közölte a szakmai konszenzust, hogy mit is gondolnak a magyar orvosok erről, és ő azt mondta, hogy a leendő anyák fizikai egészségére hatással vannak a lelki fájdalmak is. Vagyis az erőszakból fogant magzatok elhajtása ilyenkor életmentésnek számít, és ezért az orvost nem lehet büntetni. Viszont az esetek bizonyításához és az elbíráláshoz egy háromfős orvosi konzílium felállítását javasolta, ami ugye bizonyos mértékben itt ugye az abortusz bizottságoknak egy előképének is tekinthető. Tehát tulajdonképpen az első világháborús nemi erőszakból fogant terhességek indították el, és az e kapcsán felmerülő jogi és orvosi érvek indították el azt a legalizációs folyamatot, ami aztán 45-ben ugye még egy háború kellett ahhoz, hogy ugye az abortusz szabályozás az megváltozzon. És itt a 15-ös esetek kapcsán a szakembereknek többé-kevésbé volt egy kiforrott álláspontja, és ebből ugye arra következtethetünk, hogy a kérdés már foglalkoztatta őket, a háborús erőszak esetek megtörténte előtt is, és tulajdonképpen ezek az esetek csak napvilágra hozták azokat a jogi, orvosi, erkölcsi és végső soron világnézeti vitákat, ami a terhesség megszakítás körül zajlott. És még csak egy kis kitekintés itt a 18-20-as időszakra. Hát ennek részlegesen feltárt aspektusa a szexuális erőszak tulajdonképpen. Nincs átfogó vizsgálatunk a vörös és fehér terrorról. Itt csupán fragmentumok vannak, főleg a fehér terror kapcsán a zsidó nők elleni nemi erőszakról. A délvidéki szerb megszállás kapcsán forráshiány van, tehát nincsen hiteles, megbízható ismeretünk. Amiről tulajdonképpen itt most lehet beszélni, az a román megszállás, és itt háromféle forrástípust említhetünk meg. Vannak a kárbejelentő évek, ahol az Alföldön elkövetett nemi erőszakról tájékozódhatunk ebből, és ezekből kiolvasható az, hogy a panaszokat kivétel nélkül a férjek tették. Tehát megint csak arról van szó, hogy nem a nők mesélték el a saját élményeiket. Itt a hivatalos formanyomtatványokon az anyagi károk mellett az életellenes bűncselekményeket vehették számba, tehát nem is nagyon volt hely arra,
hogy a nők elleni erőszaknak ezt az aspektusát bárhogyan bejelentsék, és így óvatatlanul is az élelmiszer és a jószáglopások között jelentek meg a nemi erőszak bűncselekmények, és hát ez azért kisebbítette is a súlyát. A rendőrségi jelentésekből tudható, hogy a Kecskemét környéki tanyákon férfiak nélkül maradt nők is veszélynek voltak kitéve. A csoportba verődés jelenthetett számukra némi védelmet, de nagyon sokszor volt az, hogy a nőket védelmező férfiakat megverték a román katonák. A jelentések néhol szó szerint rögzítették a panasztevő vallomását, és itt ugye már olvashatunk arról, például itt az úréti eset kapcsán is, hogy amikor a nők, ők mondták el, hogy mi az, ami szerintük velük történt. És itt azt látjuk az ilyen megfogalmazásoknál, hogy egy ilyen elidegenítő, a jogi nyelvezethez közelítő hát kifejezéseket használnak, amivel próbálják ki maguktól kicsit leválasztani ezeket a tetteket, és Bálaki Józsefnek a hadtörténeti opuszában itt szemléz egy csomó csendőrségi jelentést, és mivel nagyon, tehát földrajzilag ilyen szétszórt esetekről van szó, ezért tehát valószínűsíthetjük azt, hogy tulajdonképpen a megszállt területeken bárhol előfordulhatott szexuális zaklatás vagy erőszak, és itt is ilyen távolságtartó, elidegenítő nyelvezettel találkozunk, és azt kell kiemelni, hogy ez a tabunak számító téma az ilyen szövegeken keresztül került be a nyilvános kánonba és a közbeszédbe, és ez a férfi perspektíva és a nőknek a hallgatása az azért is fontos, mert ezek szolgáltak alapul a későbbi nyilvános beszédmódokhoz. Összegzésképpen azt lehet elmondani, ugye, hogy egy nagyon heterogén és problematikus forrásbázisunk van több szempontból is, szövegkorpusz, haditudósításoktól, katonallaplókon, újságcikkeken, orvosi jogi viták anyagán át egészen az egyházi feljegyzésekig terjed. A kutatást nehezíti több tényező is, úgy mint az erőszak típusok csoportos megjelenése, illetve a források propaganda célú felhasználása. Területi eltérésekkel is számolnunk kell, hiszen az erőszak főként irreguláris alakulatok, partizánharc és a mozgóháború alatt, illetve helyben maradó lakosság esetén történt. Szintén elmondható az, hogy a nemi erőszak elsődlegesen a következmények került be a nyilvános diskurzusba, mivel ezeknek van közegészségügyi és biopolitikai vonzata. Az állam pedig a medikalizáción keresztül is ellenőrzése alá akarta vonni a női reprodukciót. Az első világháború során elkövetett nemi erőszak nem jelent meg a kollektív nemzeti emlékezetben, sem a 100 éves évfordulóhoz kötődő megemlékezéseken vagy tudományos projektekben. És ha már átfogó tudással nem rendelkezünk, az megállapítható, hogy a nők elleni erőszak nem értelmezhető az egyéni akciók és a biológiai úgynevezett szükségletkielégítés tengelyen, hanem sokkal inkább az egyenlőtlen viszonyrendszerek és a militarizmus lecsapódásaként, amelyben közrejátszottak etnikai és társadalmi különbségek is. A női tapasztalat elfedését segítette, hogy a történetek elbeszélői férfiak voltak. Ez a körülmény pedig a tapasztalat tulajdonosát leválasztotta a tapasztalatról, és ez egy ilyen sokszorosan torzított szenvedéstörténetet hozott létre, amelyből tulajdonképpen hiányoznak az alanyok. Ehhez tartozik, hogy az erőszaktörténetekben megjelenő nők általában a férfiakhoz képest egy viszonyrendszer másodrangú szereplőiként kaptak helyet. A jelenséget példázza, hogy a különböző erőszaktípusokat együttesen említették, és a nők valamilyen szinten az értéktárgyak között kaptak helyet, és ez a patriarchális viszonyokat tükrözi. Tehát a háborús emlékezetben hegemon pozíciót foglal el a hős katonának a mitikus képe, és ez tulajdonképpen a legyőzött hadsereg nimbuszának a növelését szolgálja, és hát tulajdonképpen ezért ugye a saját hadsereghez kötődő nemi erőszak esetek elbeszélhetetlenné váltak. Másik oldalon pedig ugye ott van a háborús és a trianoni trauma, amely egy ilyen vesztes, megcsonkított ország képe mellett egyszerűen a meggyalázott magyar nők emlékezete nem kapott helyet. Köszönöm szépen. Szeretném
szeretném megköszönni is végén Fanninak a kimerítő előadását, ami egy nagyon árnyalt képet adott erről a kérdéskörről, problémáról. Nagyon pontosan felvázolta az értelmezési kereteket, amit külön köszönök, és még inkább a rendkívül pontos megfogalmazást. Ez azért is nagyon jelen fontos számunkra, bocsánat, itt próbálnék. Felvetíteni. Mert amióta elindult ez az egész emlékezeti projekt, és az előadások és a beszélgetések során ebben az induló diskurzusokban nagyon sokszor találkoztunk olyan bizonytalan megfogalmazásokkal, sokszor épp a patriarchális sémáknak a továbbélését vettük észre a kollégáimmal, ami arra ösztönzött bennünket, hogy megpróbáljunk egyáltalán erről a nyelvről beszélni, hogy egyáltalán van-e közös nyelvünk ennek a témának a tárgyalására, hogyan beszélhetünk erről a témáról. És hát ugye nem kell magyarázni, hogy a nyelv, a fogalomhasználat nem stílus kérdés, hanem markánsan tartalmi kérdés, ami kijelöli a gondolkodási kereteket. Ezért ezt most felvetítem röviden ezt és fel is olvasnám ezt a szöveget, ami éppen a beszédmódról szól, amit egy ilyen diskurzus indításnak szánnánk a kollégáimmal, Bénagy Anikóval és Leposa Zsókával, a következő előadóval, hiszen mi is ebben a projektben részt veszünk, mint a BTM Fővárosi Képtárának a munkatársai, és 2022-ben majd egy kiállítást fogunk rendezni erről a témáról a Kristeli Múzeumban, és azt gondoljuk, hogy fontos bizonyos alapokat leszögezni. Például, hogy a fegyveres konfliktusok során elkövetett nemi erőszak szokásrendjeit alapvetően nem szexuális indítékok, hanem a katonai győzelem érvényesítése, az ellenfél leigázása motiválták és motiválják. E tekintetben a nő az ellenség tárgyasított tulajdonaként jelenik meg. A nők ellen elkövetett tömeges erőszak a háborús viszonyokban permanensen jelenlévő eszköz, amely a polgári lakosság terrorizálását szolgálja, egyfajta fegyver a már legyőzöttek végső leigázásának és megalázásának része. Ezt az értelmezési keretet, ezt Schlegel Fannitól is hallhattuk az imént, és tulajdonképpen ehhez lehet hozzátenni azt, ami szintén többször elhangzott, hogy alapvetően ugye a nemi erőszak társadalmi tabu, amihez szégyen tapad, ebből eredően a téma feldolgozása és reprezentációja ritka, tabukat döntöget, és kevésbé van jelen a társadalmi diskurzusokban. Ez az előadás sorozat épp ennek a diskurzusnak a megteremtését célozza. Azonban a bizonytalan, nem ritkán paternalista szóhasználat és az erotikus implikációkra való hivatkozás éppen az erőszak tényét és lényegét fedi el. A másik testének erőszakos birtokvételéről szóló beszéd nyelvi kereteit úgy gondoljuk, úgy véljük, semmiképpen nem a nemi vágy, hanem a hatalom, uralom és áldozat fogalomköre határozza meg. Ezt szánjuk mi egy diskurzus indításnak, és ezen a ponton szeretném felkonferálni a következő előadót, Leposa Zsókát, művészettörténész, 2005 és 2011 között a képző és iparművészeti lektorátus munkatársaként, mint a köztéri szobrokért felelős tanácsadó dolgozott, 2011 és 2014 között a Magyar Nemzeti Galéria szerkesztő múzeológusa volt, majd 2015-től a Kiscelli Múzeum fővárosi képtár szoborgyűjteményének a kurátoraként dolgozott, számos jelentős kiállítás rendezett. Az ELTE Művészettörténeti Intézet doktori iskolájának a doktorandusz hallgatója jelenleg kutatói ösztöndíját tölti Reykjavikban, és az Árvens Inga Művészeti Múzeum munkatársa. Előadásának címe Nemi szerepek a köztéri emlékműveken a 19. századtól a háborús emlékművekig. Előadását alapvetően online kapcsolódva szerette volna megtartani, de technikailag ez nem sikerült kivitelezni, ezért most a kollégák egy biztonsági mentésként készített felvételt fognak közreadni. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mind a levéltár épületében összegyűlteket, mind a YouTube csatorna előtt ülőket. Előadásom címe a Nemi szerepek a köztéri emlékműveken, a 19. századtól a világháborús emlékművekig.
Női testet ábrázoló szobor, bár gyakran jelent meg európai köztereken a 19. századtól, ritkán kapott saját nevet. Emlékműveken például kifejezetten gyakran láthatunk nőalakot, de az mindig valaminek az áldozata, a szelleme, a múzsája vagy az apoteózisa, és szinte sosem az élő történelem valós nő alakjaként jelenik meg, saját jogán, vezeték és keresztnévvel. Egy 2016-os felmérés szerint az Egyesült Királyság összes szobra közül 2,7% olyan történelmi női figura, amely nem a brit királyi ház sarja. A számokat tekintve az Atlanti-óceán túloldalán sem jobb a helyzet. Egy szintén 2016-os felmérés szerint New York City sok száz szobra közül összesen 5 ábrázol történelmi nő alakot. Ahogy a brit felmérés szerzője sommásan megjegyezte, idézem, nőként a legjobb esélyed egy saját szoborra akkor lehet, ha mitológikus vagy allegórikus alak vagy, híres szűz, esetleg a királyi család tagja vagy meztelen. Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk a köztéri szobrok kapcsán a női szerepek társadalmi hátterét, először körbe kell járnunk a maszkulinitás kultúrtörténetét. A női nemi szerepet ugyanis ennek relációjában határozták meg. A férfi kép alakulása vonta maga után a női szerepek kijelölését a társadalomban. Ha átvitt tartalmakban is, de ez a férfi-női reláció pontosan leolvasható a korszak köztéri reprezentációjában. A modern férfi eszmény alakulásának történetével foglalkozik George Lachman Mosse történész, a Férfiasságnak tüköre című könyvében, amely magyar fordításban is megjelent, de ugyanilyen fontosak a témában a Nationalism and Sexuality vagy a Fallen Soldiers című munkái. A modern férfi kép megteremtése szorosan kapcsolódik az új polgári társadalmak kialakulásához a 18. század végén, a 19. század legelején. Ekkor jött létre a férfiasságnak az a sztereotíp eszménye, amely még napjaink gondolkodásában is jelen van. A 18. században a nemek közötti különbözőség még nem határozta meg alapvetően az emberről való gondolkodást, de a század vége felé egyre érzékelhetőbbé vált a különbségtétel. 1797-ben jelent meg egy népszerű 4 kötetes írás Hannoverben a női nemről, amelyben a német szerző Karl Friedrich Bockes többek között azt írta, hogyha egy nő férfias erővel, férfias bátorsággal vagy férfias szellemmel van felruházva, minden bája megszűnik. Vagyis más szavakkal, a nő a férfi engedelmes barátja. Mint egy 100 évvel később, 1876-ban így fogalmazott Karl Wilmanns, német szélső jobboldali parlamenti képviselő, a rassz elméleten alapuló antiszemitizmus egyik megalapítója. Idézem, minél nőiesebb a nő, és minél férfiasabb a férfi, annál egészségesebb a társadalom és az állam. A nemek közötti éles határvonal meghúzása azért is volt alapvetően fontos, mert ez működtette a polgári társadalom alappillérét, a családot. A munkamegosztás nem csak a gazdaságban, de a szociális és szexuális életben is nagyon fontos szerepet töltött be. A rendet és a dinamikus fejlődést, a közért való aktív szerepvállalást a maszkulinitással azonosították, a nők kizáródtak a munkavállalásból. Az ő helyük és feladatuk a család fenntartása lett, ami passzív, támogató, 4 fal közötti, azaz a köz számára láthatatlan szerepvállalást feltételezett. A nők a legtöbb területen a korábbi korokban is kiszorultak a férfiak aktív világából, de most rögzült a társadalomban betöltött helyük, legalábbis a 19. század végi női egyenjogúsági mozgalmakig. A férfiasság ideája tehát alapvető fontossággal bírt mind a polgári társadalom, mind a nemzeti ideológia önmeghatározásában. A férfiasság eszménye volt arra hivatott, hogy megóvja a fennálló rendszert a modern kor veszélyeivel szemben, amelyek összezavarták a tiszta és átlátható határokat normalitás és abnormalitás között. A férfiasság a nemzet eszmei és fizikai vitalitását is szimbolizálta. A test és lélek erejét mutatta, de sosem a brutális, túlburjánzó erőt, hanem a kontroll alatt tartott energiákat.
A polgárság teremtette meg a modernitás társadalmi dinamikáját, de ahhoz, hogy ezt működtesse, a teremtő energiákat kontroll alatt kellett tartani, és ehhez kellett a tiszteletre méltóság fogalma. Mindenki, aki átlépte a társadalmi határvonalakat, vagy bármilyen módon átjárkált a női és férfi szerepkörök között, azt abnormálisnak és egyben társadalmi veszélyforrásnak, a nemzet ellenségének minősítették. Ezek közé tartoztak a visszaeső bűnözők, vagy az úgynevezett szexuális perverzek, de gyakran az idegenek is. A németek számára a franciák gyakran minősültek férfiatlannak. De ide sorolták a zsidókat, akik annak a vágya alá estek, hogy összezavarják a nemi szerepeket. Az abnormalitás eklatáns példája volt a homoszexualitás, tökéletes ellenpéldája a tiszteletre méltóságnak és a férfiasságnak, nem csak azért, mert a homoszexualitás elmosta a határokat a nemek között, de túlburjánzó, kontrollálatlan szexualitással azonosították. Anne Boylan, amerikai történész, 19. századi szövegek alapján rekonstruálta a köz- és a privát szféra szétválását a nemi szerepek tükrében. Mosséhoz hasonlóan ő is arra jutott, hogy a 19. században köz, angolul public jelzővel bíró terek a férfiaknak voltak fenntartva. A köz számára látható, köztéren megjelenő nők, vagyis a public women kifejezés a prostituáltakat jelölte, illetve azokat a nőket, akik botrányos módon átléptek a nemi szerepek között meghúzott határvonalakon. Ezek a nők voltak láthatók tehát a köz számára, míg a tiszteletre méltó nők láthatatlanok maradtak. Állításom tehát, hogy a 19. századi európai köztéri szobrászat leképezi ezt a társadalmi kontextust, és a köztéri alkotások nemi szerepei is tükrözik a nemek közötti polgári szereposztást. Nők alanyi jogon, saját vezeték és keresztnével azért nem kaptak szobrot, mert tiszteletre méltó nőként, a polgári társadalom rendes tagjaként a köztér nem nekik volt számva. Női figurák így azokban a szerepekben jelentek meg, amelyek erősítették a férfi ábrázolások maszkulinitását, például a védelmezésre szoruló áldozati, az alkotást, teremtést, közfeladatokat segítő múzsa, vagy más mitológikus alak szerepében, vagy valamely magasztos eszme allegóriájaként a passzív támogató hátteret reprezentálva. A következőkben bemutatok néhány köztéri példát a nemi szerepek tekintetében. Előtte azonban egy érzékletes példával szeretném megvilágítani, hogy a férfiasság eszménye hogyan azonosult a nemzeti önképpel, és a nemzet kreált ellenségeit hogyan azonosították a férfiassággal ellentétes jellemvonásokkal. A maszkulinitás eszményének a modern társadalomnak ellenségképre volt szüksége, amellyel szemben meghatározta önmagát. Amint már korábban érintettük, a kívülállók és a marginalizált csoportok képviselték azt a típust, amelyel ellentétesen a társadalmi normalitás tükrében a polgárság megteremtette identitását. Ellenséggé válhatott, akinek a származása, vallása, nyelve eltért a lakosság többségétől, vagy akit aszociálisnak bélyegeztek, mert nem illeszkedett a társadalmi normákba. 1906 és 1908 között nemzetközi visszhangot keltő botrány tépezte meg a német császárság legfelsőbb köreit. Magának a császárnak, II. Vilmosnak a legbensőbb baráti és tanácsadói körét vádolták meg homoszexualitással, és látni fogjuk, hogy ez a vád a császári birodalom tekintélyét és nemzeti integritását alapjaiban rengette meg. A lejárató cikkek, amelyek kifejezetten a császár személyére és nemesi körére irányultak, magának az államnak a férfias, azaz stabil, megingathatatlan voltát kérdőjelezték meg. Idézőjelben az igazi férfiasság hiánya nem csak a dekadens nemesség bélyegévé vált, hanem szexuálpatológikus abnormalitásként, vagyis a nemzet integritását fenyegető betegségként azonosították. Maximilian Harten, született nevén Maximilian Witkowski, német újságíró és a császárság egyik legismertebb heti lapjának, a Zukunftnak a kiadója, 1902-től kezdett anyagot gyűjteni Eulenburg herceg és barátai ellen, akik a császár legbefolyásosabb belső köréhez tartoztak.
1906-ban Herdem már azt a kritikát fogalmazta meg lapjában, hogy Eulenburg és társai felelősek a császár elővigyázatlan, pacifista és francia barát külpolitikájáért. Ekkoriban terelődött a vita személyes síkra. Második Vilmos ugyanis a művészeteket kedvelő uralkodóként gyakran járt Eulenburg birtokán, ahol a legfelsőbb nemességből származó baráti kör alakult ki. Közösen zenéltek, verseket írtak és olvastak fel egymásnak, és amint a későbbi bírósági tárgyalások jegyzőkönyvéből kiderül, gyengéd beceneveken szólították egymást. Az egymásnak írt levelekben a császárra gyakran das Liebchenként, a kedvesként hivatkoztak. Herdem lejárató cikk sorozatában Eulenburg herceg abnormális hajlamaira tett célzásokat, és azt állította, idézem, az olyan férfi, akinek feminin tulajdonságai vannak, teljesen alkalmatlan politikai ügyek bonyolítására. Továbbá Herdem patrióta kötelességének tekintette, hogy a császárt megszabadítsa, újra idézett, a férfiatlan, puha asszonyos tanácsadóktól, akik távol tartják őt a valóságtól, és akadályozzák abban, hogy aktív reálpolitikán gyakoroljon. Mi itt, a Német Birodalomban egy túlságosan édes és puha politikát folytatunk, írta a Zukunft hasábjain, és azt követelte. A német császár környezetében teljes értékű férfiaknak, németül Ganzmänner, kellene és kell lenniük. A Jugend nevű müncheni újságban megjelent korabeli karikatúra az új porosz címer feliratot viseli, és az állam elnőjesedését veszi célkeresztbe. A két egymással évődő puttószerű angyalfigura díszíti két oldalt a porosz címert. A két nőies jegyekkel és mozdulatokkal ábrázolt férfi alak szinte mesztelen, a baloldali hárfát tart a kezében, ami célzás arra, hogy Eulenburgot gyakran hárfásként emlegették. A kép egyben a katonás férfiasság és a porosz erények, mint az erő, keménység, fegyelem megsértett normatívájára is utal. Külföldi lapokban maga a német császár is a gúnyolódás céltáblájává vált. A torinói Pasquino újság hasábjain 1907-ben jelent meg egy karikatúra, amely a II. Vilmos hosszú palástban szaladt fel egy lépcsőn. Egy kis kövér malac, német katonai egyenruhában azonban a palástja végén ül, és akadályozza az uralkodót a méltóság teljes előrehaladásban. Alatta a felirat, nincs olyan nagy baj, ha a császári palástot alul megkurtítjuk, ott, ahol a trónlábánál összepiszkolódott. Itt a karikatúra mellé tette II. Vilmos császárnak egy köztéri reprezentációját, ugyanebből a korból származó lovas szobrot Louis Doyon készítette, és pontosan látszik ugye a lovas szobron az a fajta nyugodt erőt sugárzó férfi maszkulinitás, amiről a korábbiakban beszéltem, és érdekes megfigyelni, hogy az uralkodói jelképek, illetve a nemzeti identitásra utaló jelképek mind a két ábrázoláson megjelennek, ilyen például a sasos sisak, a Pickelhaube, vagy a hosszú német lovassági csizma. Természetesen, hogyha a karikatúráról beszélünk, és a disznó ábrázolás kerül középpontba, ott elkerülhetetlenné válnak az antiszemita utalások. Erről lesz szó a következőkben. A nyilvánosság dühe paradox módon egyszerre irányult a dekadens arisztokráciára, és egy antiszemita döféssel a rossz hírek hozójára, azaz magára Herdemre, aki zsidó családból származott. Talán nem véletlen, hogy épp az antiszemitizmusnak nyíltabban hangot adó osztrák sajtóban jelent meg egy karikatúra 1907-ben, amely a korábban protestáns hitre áttért Herdent tette a gúny tárgyává. A zsidó ellenes összeesküvés elméletekre való utalásként a felső kép felirata ezt a kört szétszilálta. Herdem tehát a szent német világ tönkretevőjeként jelenik meg. A kép alsó felirata most pedig azt kívánja, hogy egy ilyen kör formálódjék. A német nemesek itt átváltoztak a jellegzetes negatív zsidó ismertető jegyeket viselő férfiakká.
horgasor, hosszú pajesz, duzzadt ajkak. Amíg a felső rajzon semmi nem utal a német férfiak esetleges homoszexualitására, addig az alsóképpen ábrázolt feljúdunk, azaz zsidósítás, a szexuális normáktól való elfajzást is megjeleníti. A zsidóság, mint nemzetidegen betegség és szexuális perverziók hordozója, a század elején újra megjelenik, és egyre erősebb képi tartalommal manifesztálódik. Az elnőjesedés nemzeti veszélyére csak az állampolitika maszkulinitásának erőteljes újrateremtése lehetett a válasz. A nyilvánosság nyomására II. Vilmos császár eltávolította az Eulenburg tanácsadóit, és keménykező katonai vezetést bízott meg. Mindez agresszívabb politikai stílushoz és fegyverkezéshez vezetett. A 20. század első évtizedében a férfiasság ellenpéldája a maszkulinitás ellenségképe és kigúnyolásának eszköze lett a feminin tulajdonságokkal való felruházás, illetve a degenerált homoszexuális vagy zsidó szerepbe bújtatás. A nemzetidegen elemek listáját látva nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 35 évvel később a német nemzet veszélyforrásának bélyegezve többek között ezek a társadalmi csoportok lesznek a holokauszt áldozatai. Láttuk tehát, hogy a 19. századi egészséges férfi eszménye hogyan azonosult az egészséges nemzet ideájával, és hogyan határozta meg önmagát az ellenségképeken keresztül. A továbbiakban arra hozok példákat, hogy a bevezetőben felvázolt férfi-női társadalmi reláció hogyan jelent meg a korszak köztéri szobrászatában. Ha a nő nem is volt kívülálló a polgári társadalomban, a nemek közötti különbségtétel erősítette a férfiasság ideáját. A férfinak szüksége volt a nőre ahhoz, hogy tudatosítsa és erősítse saját maszkulinitását, és a nőt, aki betöltötte eszenciális szerepkörét, feminin tulajdonságai alapján határozták meg. Ikonográfiai szempontból a férfiasság ideája a 18. századi görög férfi szépségeszmény újjászületése, míg a nőalakok a német és angol ikonográfiában gyakran a Szűz Mária ábrázolásokra vezethetők vissza. A nőknek is jutott szerep a nemzeti panoptikumban, magát a nemzetet testesítették meg. A Germánia, Hungária, Marianna ábrázolások azonban nyugodt, komoly változatlanságot szimbolizálnak, nem a dinamizmust. A hátteret szolgáltatták ahhoz, amiben a férfiak határozták meg a nemzetek sorsát. Itt szeretnék visszautalni András Edit kolléga nem 2 héttel ezelőtti előadására, amely behatóan foglalkozott a francia köztéri szimbólum használattal. A nemzettest personifikációját vizsgálja Sinkó Katalin 1995-ös tanulmánya, a megsértett Hungária. A 19. századi festészet és szobrászat különösképpen gyakran alkalmazta a nyugodttartású uralkodói pózban álló vagy ülő germániákat, baváriákat, ausztriákat vagy hungáriákat. Az uralkodói póz a nyugodt erő és békés szándék összekapcsolása jellemzi ezeket az ábrázolásokat. Az ereje teljében lévő nyugodt és békés nemzet allegorikus nő alakjai mellett a női figura megjelent áldozati, megcsonkított, védelemre szoruló formában is. 1921-ben állították fel az Irredenta mozgalom központi emlékművét a budapesti Szabadság téren. 4 szoborcsoportot helyeztek el, amelyek az elszakított országrészeket szimbolizálták. Az Észak címet viselő kompozíción a szenvedő nemzet a keresztre feszített personifikált Hungária, akinek lábához védelmet keresve hozzásimul a szlovák nemzet kisgyermek alakjában. Hungáriát egy kuruc vitéz veszi védelmébe. Szent Györgyi István Dél című szobrán erőtől duzzadó magyar férfi átkarolva óvja a délvidéket szimbolizáló sváb leányt, lábuknál a bácska és a bánság gazdag földjét jelképező búzakéve fekszik. A nyugalmat és biztonságot sugárzó, vagy a férfi alak védelmére szoruló nemzeti allegóriák mellett talán a leggyakoribb ábrázolás típusok a korszak köztéri szobrászatában a múzsák és más mitológikus nő alakok.
Ezt a típus csak az említés szintjén hozom példának. Egyrészt azért, mert a mitológikus nőábrázolások ikonográfiáját Béna Gyanikó kolléganőm részletesen tárgyalta a sorozat kezdő előadásban. Másrészt a Pallas Athénék, táliák, flórák, justíciák felállítását vagy megőrzését a nemzeti politikai események többnyire nem befolyásolták, így ezek azok a szobrok, amelyekkel a köztereinken a legtöbbször ma is találkozunk. Mivel szobrot általában férfi költő, zeneszerző vagy más nemzeti nagyság kapott, ezért legtöbb esetben a muzsát megtestesítő nőalak alárendelt, ihlető, támogató szerepben ábrázolt. Az első világháború a történelem során korábban sosem látott mészárlást hozott magával. A számokat tekintve több mint kétszer annyi ember áldozatot követett, mint az európai háborúk 1790 és 1914 között együttvéve. A halál új dimenziója a háború után más típusú energiákat tett szükségessé a háborús pusztulás elfedésére és feldolgozására, mint korábban. A cél az volt, hogy a megemészthetetlen múltat elfogadhatóvá tegyék, ami nem csak a személyes vigasznyújtás szempontjából volt fontos, de mindenek előtt azok a nemzetek kerestek utólag igazságtételt, amelyek nevében a háborút megharcolták. A háborús tapasztalat valósága Mosse kifejezése szerint a háborús tapasztalat mítoszává transformálódott. Ez a mítosz úgy tekintett vissza a háborúra, mint egy szükségszerű, sőt, szent eseményre. A háborús tapasztalat mítosza volt hivatott arra, hogy hatályon kívül helyezze a háború realitását. A háború emlékezetét így átalakították egyfajta megszentelt tapasztalattá, amely a nemzetek számára a vallásos érzület új mélységeit hozta el. A háborús katonákból szentek és mártírok váltak, az emlékezés helyeiből pedig a nemzeti imádat szinterei. A korábban megismert erőt, egyensúlyt és öntudatot sugárzó férfi eszménnyel szemben az első világháborús emlékművek többnyire sebesült vagy elesett katonákat ábrázoltak. A mártírium és feltámadás jelképeként az elesett katona a háború utáni nacionalizmusok vallásának központi eleme lett. Legnagyobb politikai hatása természetesen a vesztes nemzetek körében alakult ki, többek között Németországban vagy Magyarországon. A katonákat a szobrokon szinte mindig ruhában ábrázolták. Néha azonban a kompozíciók ókori görög vagy klasszicista hagyományokhoz nyúltak vissza. Ezek a szobrok a mesztelen harcosok időtlen tipológiáját voltak hivatottak sugározni. Erre példa Londonban a gépfegyveres hadtest emlékműve. A középső oszlopon a fiatal Dávid alakja látható, klasszikus kontraposztban kezét Góliát óriási kardján nyugtatja. A szobor egyik oldalán gépfegyver, másik oldalán Biblia idézet. Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét. A készült is a tradicionális ábrázolásmódoktól eltérő első világháborús emlékmű, az alakosság ellenállásába és legtöbbször a szobor eltávolításába torkollott. Bruno Taut 1921-ben egy könyvtárat tervezett Magdeburgban a háborúban elesettek emlékezetére. Az intellektuális megközelítés szakított az emlékművek hagyományával, és a terve eleve bukásra volt ítélve. Ernst Barlach faszobrát a Magdeburgi Domban állították fel 1929-ben, de az egyházmegye nyomására a náci időkben 1937-ben eltávolították. A Berlini Nemzeti Galériába került, ahol megmenekült a pusztulástól, így 1995-ben visszahelyezték eredeti helyére a Magdeburgi Domban. A női szerepeket tekintve maga a háború ugyan hozzájárult ahhoz, hogy sok nő ki tudott törni a társadalmi pozíciójából, de a háborús tapasztalat mítosza továbbra is a szenvedés és a feltámadás férfi erényére épült. Az emlékművek tematikájában a nők nem kaptak központi szerepet, sírató, támogató, passzív figuraként jelentek meg. Végezetül pedig két rövid esett tanulmányt szeretnék ismertetni. Az első látszólag ellentmond annak az állításnak, hogy nők nem kaptak saját jogon szobrot az általuk tárgyalt időszakban. Milica Stojadinovics Skripnya
szerb költőbüsztjét ugyanis 1912-ben állították fel a Pridnikváros kolostorában. Milica Stojadinovic kitűnik kortársai közül abban, hogy mind költészetében, mind életvitelében női szerzőként azonosította magát, és máig a legismertebb női szerb költőnek számít. Munkásságát nemzet és patriotista témáknak szentelte, verseiben szerb történelmi és kortárs hősök, uralkodók életét és történelmi eseményeket örökített meg. Szinte ismeretlenül mély szegénységben halt meg, emlékezetét halála után néhány évtizeddel kezdték el feleleveníteni. Emlékművének felállítása minden tekintetben nemzeti patrióta színezetet kapott, így volt ez a helyszín kiválasztásával is. Milica a Vridnik városában élte le élete nagy részét, de a szoborszínhelye végül nem a város, hanem a közeli kolostor lett. 1910 körül ugyanis az osztrák-magyar birodalom részeként Szerbiában nem lehetett legálisan nemzeti emlékművet állítani közterületen, csak vallási és oktatási épületek területén. Így esett a választás a közeli kolostorra, amely a nemzeti emlékmű számára egyben megszentelt helyet is teremtett. A szobor elkészítésére szerb művészt, Jován Pesicset kérték fel, a talapzat szerb területről származó kőből készült, és a költőt is tradicionális szerb ruhában és hajviselettel ábrázolták. A talapzaton a felirat Milica Skripnyának, vagyis választott nevén a szerb nőnek, a szerb asszonyoktól. A megjelölés szerint tehát a nemzet összes asszonya lerója tiszteletét a hazaszeretett hősnője előtt. Az avatási ceremónia és a szobor emlékezete azonban inverzé változtatta ezt a folyamatot. Az avatáson többek között a szobor felállítását kezdeményező női szervezet képviselői tartottak ünnepi beszédet, és Milica erényes életét, önfeláldozását és elfeledettségét állították középpontba, amellyel a költő kijelölte a követendő utat a modern szerb nő számára. Ezt erősítette a beszédek retorikája is. Idézem, megértettünk téged, Milica, megértettünk, de túl későn. Nem kaptál tőlünk elégtétet, csak a mai napon, pedig te voltál az, aki nevet adtál a szerb nőknek. Te voltál tényleg az egyetlen, aki meghaltál a rokonságodért. Ez a legnagyobb és legszörnyűbb költészet. Bocsáss meg nekünk ezért a fájdalomért. Milica Stojadinovic az utókor olvasatában a szerb asszonyok heroikus szenvedését testesítette meg, és ezzel hosszú időre meghatározta a nők közösségi szerepmodelljét Szerbiában. Az emlékművek de és rekonstruálásának jellegzetes történetét meséli el a Magyar Fájdalom szobrának esett tanulmánya. A Magyar Fájdalom szobrát 1932. október 6-án a Nemzeti Emlékezet gyásznapján avatták fel a Budapesti Szabadságtéren, ahol akkor már állt az elszakított országrészeket jelképező négy irredenta szobor, és a tér északi részét uralta 20 méter magas ereki és országzászló. A szobor jobb könyökét a magasba emelő, arcát behúnyt szemmel az égnek fordító állónői akt, talán nehezen lett volna beilleszthető a szabadságtér a korabeli irredenta skanzen heroikus emlékműveinek sorába. A korabeli szobrok ugyanis nem csak nélkülözték a tartalmi absztrakciót, hanem kifejezetten megkívánták az egyértelmű jelképeket, az irredentizmus mindenki számára könnyen értelmezhető üzenetét. Ezt ellensúlyozandó, a bronzból öntött mesztelen nő alak részletes feliratot kapott a mészkőtt alapzaton magyar és angol nyelven. Idézem. Ez a szobor a trianoni szerződés által elrabolt gyermekei sorsát sírató Magyarország fájdalmát jelképezi. Alkotója francia szobrász Émile Guillaume. Ezen emlékművet a szenvedő magyar nemzetnek ajánlotta fel Magyarország angol barátja Viscount Radzmir. Az avató ünnepsége Liber Endre, Budapest alpolgármestere is megpróbálta a rendhagyó formát összevezetni Trianon emlékezetével. Ezt talán szükségszerűen Liber beszédében némiképp zavarhoz vezetett. Idézem, s akik ma látjuk, hiszünk benne, és igaznak valljuk azt, amit a szobor hirdet, hogy a magyar fájdalom nem csüggeszti le fejét, hanem felemelt homlokkal és összeszorított kézzel néz utána a múltnak és elébe a jövendőnek.
A szobrot azonban épp ez az általános és valójában politikailag semleges téma a női akt mentette meg az utókor számára, de heroizálva, átnevezve, többszörösen áthelyezve, új és új kontextusokkal ruházódott fel. 1921. júniusában Magyarország törvénybe iktatta a trianoni békeszerződést. Ennek értelmében fel kellett oszlatni az irredent a propagandával foglalkozó szervezeteket, és meg kellett akadályozni, legalábbis utólag büntetni minden ilyen irányú szervezkedést. Ebben a kikényszerített keserű hallgatásban bombaként robbanhatott 1927. június 21-én az angol Daily Mail hasábjain megjelent cikk Lord Ratzmere tollából. Az angol vikont, eredeti nevén Harold Harmsworth, Magyarország helyállnap alatt biztonságot Közép-Európának című írásában hosszan taglalta, hogy a közép-európai politikai stabilitást és ezzel az európai békét veszélyezteti az igazságtalan trianoni döntés, és felvetette egy esetleges etnikai alapú revízió szükségességét. Magyarország számára a Lord jellemzéséhez hozzátartozik, hogy meggyőződéses antikommunistaként egyre közelebb került a szélső jobboldali eszmékhez, 1929-ben Nagy-Britannia első fasiszta pártjának legbefolyásosabb támogatói között volt. Lord Ratzmere személyes viszonyt ápolt Émile Guillaume francia szobrásszal, aki 1919-ben első világháborús emlékművet egy ég felé nyújtózó és jobb kezében kivont kardot tartó mesztelen nő alakot ajánlott fel 11 francia város számára. 1920-ban a Lord a párizsi szalonon megvásárolta a szobor egyik mását, és felajánlotta egy észak-londoni kerületnek, Finchley-nek, amely épp első világháborús emlékművet kívánt felállítani. Állítólag a Lord kikötése volt, hogy az alkotás csak a Victoria Parkban állhat, ahol ő naponta láthatja, amint édesanyjához hagy látogatóba. Az emlékművet 1927. októberében, 5 évvel a budapesti szobor átadása előtt avatták fel. A népnyelv egyébként hamar elnevezte a történelmi emlékműnek szokatlan, mesztelen nő alakot, a szobor Dirty Gertie, The Wicked Woman, vagy egyszerűen The Naked Lady néven ismert. Lord Ratzmere-től tehát nem állt távol a Guillaume szobrok adományozása, a szobrásztól pedig a gondolat, hogy tragikus történelmi eseményeknek női akt szoborral állítson emléket. A kommunista hatalom átvétel után 1947. június végén a főváros úgy határozott, hogy a város köztereiről eltávolítatja többek között a Ratzmere emlékeket. A magyar fájdalom szobrát talapzatával együtt még valószínűleg ebben az évben leszerelték és elszállították. A feliratos posztamens eltűnt, de a bronznő alakat restaurálták, és 1948-ban felállították a Margit szigeten a Palatinus fürdő bejáratánál. Korábban ugyanis itt állt Csorba Géza a háborúban elpusztult napozó című alkotása. Csorba 1937-ben készült műve, a közel 4 méteres fehér mészkő női akt, formális nézetével, ég felé nyújtózkodó jobb kezével, és nem utolsó sorban visszafogott, klasszicizáló megmintázásával valóban mutat formai hasonlóságokat Guillaume alkotásával. A magyar fájdalom megfosztva az értelmezést biztosító feliratától és a történelmi kontextustól hamar átalakult napfürdőt élvező klasszicizáló női akta. Sosa azonban itt még nem ért véget. A korábban itt álló szobrot, Csorba Géza művét 1967-ben újra faragták és felállították eredeti helyén. Émile Guillaume alkotása raktárba került 1973-ig, ekkor a szobrot, megőrizve pusztán esztétizáló funkcióját, szintén egy strandfürdő területén, ezúttal Balfon állították fel. 2012-ben újra nagyobb beavatkozáson esett hát a szobor. Áthelyezték a Soproni Kórház Várisi úti Rehabilitációs Intézetének parkjába. Az áthelyezés kapcsán megtisztították, újra patinázták, és az eredeti posztamens magyar nyelvű feliratát is rekonstruálták. A restaurálását és eredeti történelmi kontextusba való visszaállítását az intézmény kezdeményezte, hiszen, idézem,
A magyar fájdalom szobra az 1920-as évek történelmének fontos, a Hőség városához, Sopronhoz is kötődő emléke. A park szabadon látogatható, ezért a szobor újra be tudja tölteni történelmi emlékmű funkcióját. Köszönöm szépen a figyelmet! Szeretném megköszönni az előadásokat, és itt zárszóként felhívni a figyelmet, hogy chatten be lehet jelentkezni, és természetesen lehet kérdéseket feltenni a szerzőkhöz. És emellett szeretném felhívni a figyelmet a következő előadásra, immár negyedikre, amelyre 2020. november 5-én fog sor kerülni. Ezzel az alkalommal Pető Andrea történész fog előadást tartani a II. világháború alatti nemi erőszak témájában, és Turai Hedvig művészettörténész az ellenemlékművek, hiányemlékművek, efemer emlékművek témájáról. Ezen alkalommal András Edit fog moderálni. Köszönöm a figyelmet!